Úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy számtalan bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy a sabát az egy örök szövetség, jahua a teremtő és az emberiség között, ez még mindig nem világos a legtöbb ember számára. Én biztos vagyok abban, hogy ez azért van, mert az emberek nem akarják azt csinálni, amit Abba Yahua meghatározott az ő szavával, az ő horájában. Ez így volt a kezdetektől fogva, és ez így van mind a mai napig. Annak ellenére, hogy az emberiség nagy része azt mondja, hogy ő ilyen vagy olyan formában a megváltót követi, szinte senki nem csinálja azt, amit ő csinál. Az apostol Jehokanon egyértelművé teszi pedig az ő levelében, az elsőben, a második fejezetben, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, visszautalva Jehusáha másiákra, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Sőt, azt is elmondja, hogy nem új parancsolatot írok nektek, hanem a régi parancsolatot, amely előttetek volt a kezdetektől fogva. A régi parancsolat pedig az ige, melyet hallottatok a kezdetektől fogva. Akkor hogyan lehetséges az, hogy ennek ellenére sem értik meg az emberek, hogy a Torah az egy örök érvényű szövetség a teremtő és az ő gyermekei között? Azt mondja, hogy új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Mi ez az új parancsolat, amiről beszél? Azért mondja, hogy új parancsolat, mert ez igaz ő benne és ti bennetek. másjákról jákról beszél, aki eddig még mint ember nem volt. Ezért mondja, hogy új, maga a thora nem változott meg, hiszen ő volt az, aki eljött, mint egy ember, tehát nem változhatott meg. Az újdonság az, hogy ezt úgy kell megélnünk, hogy közben a hitünk az Jahusá másiákban van, és az ő áldozatában. Mindössze ennyi az újdonság. Világosra tette korábban, hogy nem új parancsolatot ad, hanem azt, ami a kezdetektől fogva rendelkezésünkre állt, az pedig nem más, mint a Tora. Nézzük azonban meg a sabát napot, mert erről szeretnék ezúttal beszélni. A sabát szó egyébként itt jobb fölül látható, 155-ször szerepel az írásokban. Tudom, hogy erről már volt szó, de gondoltam megközelítem más oldalról. Ha valaminek a jelentőségét kutatjuk, akkor szerintem az, hogy hányszor fordul elő az írásokban, az egy nagyszerű indikátor ennek. Ebből a 155-ből több mint 60-szor a Brechalsában, vagy az úgynevezett új szövetségben találkozhatunk a sabáttal, ezek mind azok az előfordulási helyek. Én nem fogom megszámolni, de akit érdekel, nézzen utána, ez mind-mind itt a sabát a békáda vagy a megújult szövetségben. Nézzük, hogy hol fordul elő először ez a kifejezés. Ez természetesen sem ott 16-os fejezet, amikor Jahua elmagyarázza Izrael népének, hogy hat napon gyűjtögessék a mannát, és a hatodik napon dupla adagot főzzenek, és a hetedik nap a sabát, azon a napon ne menjenek ki a mezőre mannát gyűjteni. Az éles eszőek észrevehették, hogy ez még a sínai szövetség előtt volt, ugyanis másik Mózes 20-as fejezettől olvashatunk a 10 parancsolatról és a sabátról 19-től kezdődik a szövetség megkötése. Úgyhogy már a szövetség megkötése előtt sabátról beszélhetünk, sem ott 16-os fejezetben. Ezt egyébként sabatonnak hívja, ami a nyugalom napja. Időről időre természetesen megtalálnak emberek mindenféle filozófiákkal, meg az érzéseikkel, az előbbiek általában férfiak, az utóbbiak általában nők. Ez a videó is egy ilyen párbeszéd eredménye, amikor is ezt a pdf-et kaptam, 8 bibliai szövetség, akármilyen akárkinek a műve ez. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, hogy végolvassa, amit én nem vettem, néhány részletet megnéztem belőle, de igazából semmiféle összefüggés nincs benne, és az egész egy tudatlan elmének a szüleménye. Mindenféle keresztény filozófiák szerepelnek benne, különböző szövetségekről, üdvtörténetről, egyházról és olyan dolgokról, amik egyáltalán nem szerepelnek az írásokban. De hogy mekkora ostobaság ez az egész, az igazából csak akkor szúrt szemet, amikor rábukkantam erre a mondatra itt. És ez az, amire én szeretnék fókuszálni, csak hogy megmutassam, hogy Teljesen mindegy, hogy milyen hosszú egy írás, mennyi idegen szó van benne, vagy milyen jónak tűnik. Abája a teremtő szava mindig el fogja pusztítani az emberi filozófiát és a hazugságot. Erre szeretnék egy példát mutatni most. Ez az ember azt állítja, hogy a sabát nem teremtéskori előírás volt, hanem Mózessel kezdődött. A kérdés felmerül, hogy vajon ezek az emberek mit olvasnak egy életen át, hogyha nem esik le az, Egyrészt ugye, amit megbeszéltünk sem ott 16-os fejezettel kapcsolatban, hogy már a sínai szövetség előtt létezett a sabát, másrészt az, hogy a sabát nap, a hetedik nap, az a teremtés kor már egy külön választott, speciális nappá vált. Olyan egyértelmű, hogy ez hihetetlen, hogy valaki nem veszi ezt észre, és azután mások meg ezt követik. Mi az, amit ezek az emberek olvasnak, vagy értenek ebből, ha még ezt sem? és elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Elohim heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala, és megáldá Elohim a hetedik napot, és külön választá azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Elohim. Hát akkor nem úgy tűnik, hogy ezt a napot egy különleges nappá tette már a teremtéskor, azt mondja, hogy megáldál, mellesleg ez brach. Letérdel, térdet hajt, áld vagy pedig megáld. Dicsér, magasztal. Áldást mond úgy, mint ember emberre, vagy pedig megáld, javakból részesít, üdvözöl. Ez a szó megszentel, egyébként Elohim céljaira elválaszt. Ezt jelenti maga a szó, ezt a napot Elohim céljaira elválasztotta már a második oldalon. Szóval ez a karakter, aki 33 oldalt írt ezekről a filozófiákról, akkor az az ember hol járt, mikor ezt az oldalt olvasta? Mikor azt mondja, hogy Elohim megáldá a hetedik napot és megszenteli, azt mondja, hogy ez egy tabu, érinthetetlen ez a nap szentnek nyilvánít, elkülönít, mint szentséget. Arról beszél, hogy maga a szó nem is szerepel egészen másik Múzes 20-as fejezetig. Ami igaz, a szó nem szerepel, de ha megnézzük azt, hogy hetedik vagy heted nap, ez se b, és a se vagy se be, hét, hetedik, szó szótőből ered. Ez pedig simbet, ain, illetve simbet, ain, Hei karakterekből áll. A sabát pedig sin, bet, Ta karakterekből áll, ez ugyanaz a szó, csak a végződése más. Megtalálhatjuk a sabát szót? Nem. De ugyanazokat a karaktereket használjuk kifejezni a hetedik napot, mint amit a sabátot, csak a szó végződése más. A hét a teljességet jelképezi az írásokban, és a pihenést ezért hívja sabátnak, hiszen ebből a szóból ered. Azt mondja, hogy a szombatszó nem is szerepel Mózes első könyvének beszámolójában, a hétnek ezen napját egyszerűen hetedik napnak nevezük. Most néztük meg, hogy minek nevezik. Persze, hetedik nap a neve, de ugyanaz a szótő. Nézzük, hogy mit mond még ez a karakter. A szombat nem teremtéskori előírás volt, hanem Mózessel kezdődött. Második Mózes 2.1.3 elmondja, hogy Elohim mit tett ezen a napon, de nincs arra vonatkozóan parancsolat, hogy megtartsák ezt a napot. A szombat szó nem is szerepel Mósé vagy Mózes első könyvének beszámolójában a hétnek ezen napját egyszerűen hetedik napnak nevezi. Megnéztük, hogy szerepel, hiszen a hét és a sabát ugyanarról a szótörről származik. Utána azt mondja, hogy Adámtól Mózesig terjedően nincs feljegyzés arról, hogy bárki is megtartotta volna a sabát napot. Ami nem jelenti azt, hogy nem volt ilyen, csak azt jelenti, hogy nincs róla feljegyzés. De hogy mutassak még valamit, azt mondja, hogy Külön választotta és megáldotta a hetedik napot, mert azon szűnt valami minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala. És úgy ugye ez nem volt egy különleges nap, és ez csak Mózessel kezdődött el egy különleges napnak lenni. Nézzük meg akkor a teremtés Beresít első fejezet. Ezért mondom azt, hogy ezek az emberek valami mást olvashatnak, vagy egyszerűen tényleg az történik, hogy elhomályosítja Elohim az ő látásukat és az értelmüket azért, mert a szívükben nem az igazság szeretete van meg. 14-es versben így szól Elohim. Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek. Ez a jel, ez egyébként egy ót, egy jel és egy zálog előjel, egy jelkép, csodajel, figyelmeztető jel, emlékeztető jel, vagy egy emlékmű. Sőt, a moed, vagyis az ünnep, az egy kijelölt idő, egy időpont, egy ünnep nap, egy kijelölt találkozás. Kijelölt hely, gyülekezőhely, találkozóhely, megbeszélt jel, vagy pedig jel adás. Szóval a világító testeket azért hozta létre az ég mennyezetén, beleértve a napot, a holdat és a csillagokat, hogy mutassanak jeleket, és kijelölt időpontokat, ünnepnapokat, gyülekező helyeket, gyülekezési időpontokat. Közben ez a figura azt írja, hogy a szombat, a pihenés napja nem gyakori félreértelmezés szerint a közös imádaté. Mikor itt írja le, hogy Moed H4150 az egy kijelölt idő, egy ünnepnap, egy kijelölt találkozás, egy gyülekező hely. Hát akkor Dr. Arnold Fruchtenbaum, miből szerezte a doktorátusát, és mi az, amiről itt ír, és mit olvasott egész életén át, hogyha neki ennyi nem esett le úgy, hogy közben ő magyarázza itt a különböző héber meg görög szavakat. Második Mózes 13-as fejezet 9-10 így szó, és legyen az neked jel, gyanánt a te kezeden, és emlékezetül a te szemeid előtt, hogy a törvénye, ami tulajdonképpen az a torája, útmutatása, a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki a huam Mészraimba. Ez a jel pedig egy ót. Ugyanaz az ót, amiről beszél a bát kapcsán, illetve amit mond arról, hogy ezért teremtette a világító testeket. Sőt, azt mondja a tízes versben, Tartsd meg azért ezt a rendelést, annak idejében esztendőről esztendőre, annak idejében pedig nem más, mint Moed. Miről beszél? A kovásztalan kenyér ünnepéről és a páskáról. Ugyanúgy, ahogy a sabát, a kovásztalan kenyér, illetve az összes többi ünnep egy jel és egy moed, hiszen ő ezt a jelet adta közte és az ő gyermekei között. Ha valaki azt mondja, hogy ez csak Izraelre vonatkozott, akkor az nem érti azt, amit olvas. Dr. Arnold Fruchtenbaum azután azt írja, hogy először is a Mózesi Szövetség részeként Isten és Izrael közötti jel volt, a szombat betartására vonatkozó okok kizárólag Izraelre vonatkoznak, nem pedig a pogányokra vagy az egyházra. Mindenki eldöntő, hogy ki az, akire hallgat. Arnold Fuchtenbaum és mindenki, aki ekkora ostobaságokat mond, az nem lehet a vagy a szent szellem által vezetve. Az az ember, aki nem érti ilyen szinten az írásokat, az, aki össze-vissza beszél mindenféle logikátlan dolgokat, az nem vezetheti Jahua lelke vagy ruachja. Térjünk vissza a kovásztalan kenyéhez és a páskához egy időre, és a vér, ez ugye dám, jelül lesz nektek ott, ugyanúgy, mint a sabát, vagy az égi testek, vagy a kovásztalan kenyér ünnepe, vagy a körülmetélés, a házakon, melyekben ti lesztek, meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Mészraim földjét. Kovács szalom kapcsolatban azt mondja, hogy egy idegen származású se egyen abból nek ez idegen dolog, valami személy idegenség, olyan értelemben, aki más utat jár, az a fajta idegen. Ha jövevény tartózkodik nálad és páskát akarnak készíteni jahuának, metéltessék körül minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Mit mond? Egy körülmetéletlen se egyik abból, egy tora legyen az ott és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik, és ez már Ger, egy idegen származású, aki azonban felvette Izraelnek való torát, és az szerint él, gyakorlatilag közéjük tartozik. Egy törvénye legyen az ott születetnek, és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik, ez a törvény pedig tora, oktatás, vagy pedig tanítás. Ezért mondom azt, hogy ez az Arnold Fuchtenbaum és az ehhez hasonlók nem tudják, hogy mi az, amit olvasnak, ugyanis ő azt mondja, hogy ez csak Izraelre vonatkozott. Nem, ez nem csak Izraelre vonatkozott. Ez mindenkire vonatkozott, aki része akar lenni Jahuan népének. Ha valaki nem akar része lenni, akkor az azt csinál, amit az ilyen Arnold Fuchtenbaum félék mondana, Amit akar gyakorlatilag. Ez pedig a mi 15-29 a benszülöttnek az Izrael fiai között, és a jövevénynek, ez a jövevény pedig nem más, mint Ger, ugyanúgy, hogy az előbb, aki közöttük tartózkodik, egy torája legyen nektek afelől, aki tévedésből cselekszik. Akkor csak egy toral vonatkozott mindenkire, nem? Hát akkor ez az ember mit olvasott egész életen át? Vagy miből szerzett doktori címet, meg az összes többi ember, aki követi őt, az, azok mit gondolnak, mikor ezeket a sorokat olvassák? Ezékel vagy a 20-as fejezetben így kihozám őket Mizraim földjéről, és vivém őket a pusztába, és adám nekik parancsolataimat, törvényeimet, kijelentém nekik, melyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Hát akkor miért akarnék én bárkit is lebeszélni arról, hogy ezt csinálja, amikor aki csinálja, az él az által. Ez életet ad, a tora erre való. Adám nekik sabátjaimat, ez ugye több sabát, ugyanis ez a heti sabát és az összes ünnep. Miért adja, hogy legyenek jegyül köztem? Ez egy ót egyébként ugyanúgy, ahogy barasít első fejezetben a hold, a nap, a csillagok, hogy mutassák ezt az ótot, ezeket a jeleket, illetve a moedet, a kijelölt időpontokat, amik az bátja. Hogy megtudják, hogy én vagyok Jahua, az, aki külön választja őket, úgy, ahogy a Hertrik napot és az összes többi moedet, kijelölt időpontokat, aki ezeket csinálja, az lesz külön válasz vagy a huának, hiszen azt csinálja, amit ő kijelölt. Nem azt, amit az ilyen dr. Arnold Fruchtenbaumok kitalálta. Itt van még egy, az én és a külön, hogy legyenek köztem és köztetek jegyül, ami egy ót, hogy megtudjátok, hogy én vagyok Jahua, a ti Elohimete. Nem Arnold Fruchtenbaum, meg Luther Márton, meg az összes többi fogalmatlan, hanem Jahua. Ő az, aki megmondta, hogy mi az ót, mi a moed, a gyülekezési nap, hogyan kell magunkat különválasztani neki. Ő az, aki majd minket megáld, és végső soron különválaszt, ha engedelmesek vagyunk. Azt mondja, hogy pártot ütnek ellenem a fiak, parancsolataimban nem jártak, törvényeimet nem tartották meg, hogy azokat cselekedjék, melyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Hát akkor miért ne akarnék csinálni valamit, ami által élek? Ha az életet ad? Arról beszél, hogy a sabát betartására vonatkozó okok kizárólag Izraelre vonatkoznak, nem pedig a pogányokra vagy az egyházra. Ez így is van. Az egyházra, a pogányokra nem vonatkozik semmi. Ezért ők az egyház vagy a pogányok. Ez egy és ugyanaz. Aki nem a Torah szerint él, az az egyházhoz tartozik, vagy pedig egy pogány. Ezért rá nem vonatkozik semmi, ezért él úgy az egyház, mint a pogányok, legalábbis manapság. Ha megnézzük az azt, ahogyan a kereszténység él, azt az életformát, akkor nem lehet elkülöníteni a pogánytól. Abban, amit mondanak, abban eltérnek, de ugyanazt csinálják. Szóval valamilyen szinte még a pogányok talán jobbak, mert ők legalább nem mondanak mást, mint amit csinálnak az egyház ugyanazt csinálja, mint a világ, csak mást beszél, ezért ők az egyház. A pogányok meg természetes, hogy nem csinálják, amit Jahua mondott, ezért ők a pogányság. Mi azonban, akik Jahua akaratát keressük, a Torában járunk, mert mi az ő népéhez akarunk tartozni, aki nem más, mint Izrael. Mindig ez volt, mindig is ez lesz. De ezt nem kell elhinnie senkinek nekem, vagy dr. Arnold Fruchtenbaumnak, mivel ez le van írva, hogy mindenki, aki azt csinálja, amit ő mondott, az ő népe, és mindenki, aki nem, az pedig nem az ő népe. Jesi és yeah, Eliás 56-os fejezet, így kezdődik, így szól Jahua. Azaz az Jahua az, aki ezt mondja. Nem az Úr, meg nem az öreg Isten, meg a jó Isten, hanem Jahua. A tetragrammaton. Ha megnézi valaki a Hébert, akkor itt az ő neve áll. Nem Úr, vagy Isten, vagy akármi. Szóval ő így gondolja. Őrizzétek meg a jogosságot, ez mispát. Az ítélet, ami a tora alapján születik, az a jogos ítélet. Ezt őriz meg. Cselek egy igazságot. Czadik rá. Az, ami az ő szava, az az igazság. Aki ezt cselekszi, az az igaz. Aki nem, az pedig nem igaz. Gonosz magyarul, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön igazságom, hogy megjelenjen. Nézzük meg, hogy ki az, akiről beszél, és ki az, akiért eljön. Boldog ember az, aki ezt cselekszi. Nézzük meg, hogy ki a boldog, és mit kell csinálni. Az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik. Magyarul mindenki. Mit csinál? Megőrzi a sabátot, sem már, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonosz ne tegyen. Két dolgot kell cselekednünk. Az egyik az, hogy nem csinálunk semmit, ami szerinte gonosz. Ez ugye a tora megszegése. És külön kiemeli ebből a sabátnak a megtartását. A sabát napot meg kell tartania annak, aki hozzá akar tartozni, emberfia. Dr. Arnold Fruchtenbaum meg a hozzá hasonló képzett keresztény teológusok azt állítják, hogy ez csak Izraelre vonatkozott. Az, hogy hogyan jutnak erre a következtetése, mikor ide az ellenkezője van leírva, azt nem tudom. És nem mondja ezt az idegen. Ez az idegen, ez Bén. Egy fiú gyerek, aki nem Izraelben született. Ugye elmondja, hogy Bén, fiú, nekár, az idegen szülötte, aki nem Izrael házából való. Aki Jahuához adja magát, bizony elszakaszt Jahua engem az ő népétől, és nem mondja ezt az eunuch vagy a herért sem, íme én megszáradt fa vagyok. Tehát nem Izraelről beszél, ez egyértelmű. Nézzük, hogy Jesi írásában Jahua mit mond ezekről az emberekről. Így szól Jahua a herélteknek, akik megőrzik a sabátjaimat, és szeretik azt, amiben én gyönyörködöm, nem Dr. Arnold Fuchtenbaum, meg a teológusok, meg Luther, meg az összes többi keresztény? És ragaszkodnak az én szövetségemhez? Melyik szövetség lehet ez? Az, amit ő kötött az emberiséggel Izraelen keresztül? Adok nekik házamban és falajmon belül helyet, és olyan nevet, amely jobb, mint a fiakban és a lányokban levő név, örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész. Kiknek? Azoknak a heréteknek, akik megőrzik a sabátot, és azt csinálják, amiben ő gyönyörködik. Nem, amit megtanultak, vagy hallottak mástól, vagy ami jól hangzik filozófia. Azt, amit ő mondott, hogy ő gyönyörködik abban. De ez megy tovább. Hatos versben azt mondja, és az idegeneket. Ki ez Ben Nechár? És az idegeneket akik Jahuához adják magukat, hogy neki szolgáljanak, hogy szeressék a nevét, tudnunk kell a nevét, nem úr, nem Isten, az öreg Isten, a jó Isten, a teremtő, meg az összes többi. Tudnunk kell a nevét, szeretnünk kell az ő nevét, ami jahuá. ide van írva egyébként, pontosan azért van 7000-szer leírva, hogy mindenki tudja és ne kerüljen el senkinek a figyelmét. Hogy ő neki szolgái legyenek. Hogyan lehet szolgálni? Azt csinálni, amit ő mond. Az, aki az én szolgám akar lenni, azt fogja csinálni, amit én mondok, különben nem az én szolgám, hanem azt csinálja, amit más mond, vagy amit ő akar. Így vagy úgy, de nem az én szolgám. És mindenkit, aki megőrzi a sabátot, hogy ne fertőztesse azt és a szövetségemhez ragaszkodókat. Mi az, ami nem egyértelmű ebben dr. Arnold Fruchtenbaumnak, hogy ez mindenkire vonatkozik, aki az ő gyermeke akar lenni? Mármint nem dr. Arnold Fruchtenbaumé, hanem Jahuáj. Az én hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában, Hát ha valaki nem akar följutni a Kodes hegyre, bejutni az imádság házába, és ott megvidámulni, akkor csinálja azt, amit akar. Egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek az oltáramon, szóval lesz még oltár is, mert házam imádság házának hívatik minden népek számára. Nem Izrael számára. Házami imádság házának hívatik minden népek számára. Sőt, azt mondja, Jahua Elohim összegyűjti Izrael elszélet fiait, szóval Izraelről beszél, összegyűjti Izrael elszélet fiait, még gyűjtök ő hozzá az ő egybegyűjtöttjeihez. Szóval nem csak Izraelt fogja összegyűjteni, hanem ahhoz még hozzá fog gyűjteni, ezek más népek kellenek, hogy legyenek, és ez a profécia még nem teljesült be. Úgyhogy dr. Arnold Fruchtenbaum, meg mindenki, aki azt magyarázza nekünk, hogy a sebát, meg a tora, meg ezek a dolgok, meg a nyolc, történeti korszak, meg így, meg úgy, meg amúgy 33 oldalon keresztül, azoknak fogalmuk sincs arról, hogy mi az, amit olvasnak, és mi az, amit beszélnek. És a csodálatos az jahuában, hogy olyan ostoba emberek, mint ahogy én éltem egész életemben, megérthetik ezt hogyha megfelelő szívvel közelítenek hozzá. Az ilyen doktor Arnold fruchtenban félik, akik évtizedeket töltenek azzal, de nem akarják az igazságot megtudni, és nem hajlandók engedelmeskedni, pedig soha nem fogják megérteni, sőt, félrevezetik az összes többit, ez a célja Jahuának velük. Ez az ő feladatuk, ez az ő küldetésük, hogy mindazokat az embereket, akiknek nem az igazság szeretete van a szívében, félrevezessék. Sőt, egyébként tovább lehet ezt fokozni. Azt mondják, hogy ugye Jézus nem beszélt a sabátról soha, meg a toráról, meg ilyenekről. Persze Jézus nem beszélt semmiről. Az a Jézus, akiről ők beszélnek, meg az az öreg Isten, azok mindenkit szeretnek, azoknak teljesen mindegy, hogy mi történik. Jahusak, ha más jár, az a megváltó, aki köztünk jár, akit a teremtő torája, emberi testben, az viszont ezt mondta. Más is vannak nekem, amelyek nem ebből az akóból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy akol és egy pásztor. A keresztények ugye azt mondják, hogy ők ezek a másik akol. Egyezünk meg abban, hogy ez egyébként Izrael elszélet juhai, de tegyük fel, hogy ezek a pogányok. Hát akkor ez mire utal ez a mondat itt? Így szólja Hua Elohim, aki összegyűjti Izrael elszélet fiait. Még gyűjtök ő hozzá az ő egybegyűjtötteihez. Ézsaiás 56.8 amikor arról beszél, hogy mindenki, aki a sabátot, a torát, az ő rendelkezéseit megtartja, úgy él, ahogy a nő azt elrendelte, az lesz az ő báránya. Erre utalít Jahusák, ha ez innen egy idézet egyébként. Hát akkor csak azért idézi onnan, mert azokat a feltételeket jött beteljesíteni, elmondta, hogy el fog jönni és össze fog gyűjteni mindenkit, aki az övé, akkor ezek szerint úgy tudjuk megmutatni, hogy hogy vagyunk az övéi, hogy azokat a jeleket és azokat a moedeket, vagy összegyűlökezéseket, vagy kijelölt időpontokat, meg mindazokat a dolgokat, amik a torában foglaltatnak össze, és ő azt mondta, hogy azok jelek köztünk és közte, megtartjuk. És akkor jelezzük számára, hogy mi az ő juhai vagyunk. Dr. Arnold Fruchtenbaum meg a teológusok azt tanítják, hogy Jézus soha nem beszélt a sabátról. Ahogy mondtam, Jézus, meg az öreg Isten, meg a jó Isten soha nem beszéltek erről. Jahusák Hamásiák azonban itt is erről beszél. Ez Mátit Jahu 21.13. És beméne Jahusa Elohim templomába, és kiűzi mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És mondta nekik, meg van írva. Az én házam imádság mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. Hol van ez megírva, hogy az én házam imádság mondatik? Mert az én házam imádság házának hivatik minden népek számára. Jesiáhu és 56. hetes vers, amikor arról beszél, hogy az, aki a sabátot, az ő toráját, és azokat a dolgokat cselekszi, ami neki kedves, amire ő azt mondja, hogy kedves, nem a teológusok, vagy Luther, vagy a keresztények, vagy a pap, vagy a pásztor, meg a, a harmadik, meg a negyedik, meg a szomszéd, meg a munkatársam, aki már meg van mentve, meg üdvözült, meg neki mindegy, mert Jézus elmondta, hogy ő már jó van, hanem Jahua azt mondta, hogy aki ezt cselekszi, az lesz majd része ennek a szövetségnek, majd annak fog adni egy olyan nevet, amely jobb, mint a fiakban és a lányokban nevő név, ez egy örök név, mely soha nem vészel, hogyha az ember Jahuához adja magát, neki szolgál, szereti az ő nevét, mindenkit, aki megőrzi a sabátot, hogy meg ne azt, és az én szövetségemhez ragaszkodókat. Ezeket felviszi az ő szent hegyére, megvidámítja az ő imádságának házában, nem a templomban, hanem az ő imádságának házában. Elfogadja az áldozataikat, kedvesek lesznek neki, mert az ő háza imádság háza lesz minden népek számára. Ez az, amiről beszél itt Jahúsak Hamásiek. Szóval egyértelműen visszauta a sabátra, a szövetségre, a névre, és mindazokra a dolgokra, amelyek a tora részét képezik, hiszen így lehet valaki része az ő imádsága házának. Nem változik meg, Úgyhogy nem közelíthetünk más módon. Mindenki ezután eldönthető, ki az, akire hallgat. Ez az írás egyébként tele van ekkora és ennél még sokkal nagyobb ostobaságokkal. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez mekkora ostobaság ez az egész írás. Minden egyes bekezdése tele van logikai összefüggéstelenségekkel, ostobaságokkal, keresztény teológiával és filozófiával. A mi feladatunk az ebben az életben, hogy megkeressük, hogy mi az, amit Abba Yahua a teremtő akar, mi az, ami neki kedves, megértsük azt, és abban járjunk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, teljes elménkből. Hogyha valakinek nem világos az, hogy ez az ő torája, 1300 oldalon keresztül erről van szó, akkor vajon mi a probléma? Hogy tudta volna egyértelműbbé tenni azt, hogy mi az, amit akar, mikor ez a könyv erről szól. Ez a könyv arról szól, hogy neki van egy torája, egy útmutatása. És aki ezt követi, az az ő gyermeke. Még annyit hagy tegyek hozzá, hogy én feltételezem a legjobbakat mindenkiről, és úgy gondolom, hogy csak ostoba és tudatlan, mikor ilyen dolgokat hangoztat. Azonban, amikor azt olvassa valaki, hogy a tóra, vagyis törvény mindig egyes számban használja, amikor Mózes törvényéről beszél, akkor felmerül bennem az a kérdés és kételj, hogy vajon ezek az emberek nem -e hazudnak saját maguknak és mindenkinek tudat alatt azért, hogy megnyugtassák magukat, hogy az az életforma, amit élnek a világ szerint, az majd el lesz fogadva és jóvá lesz hagyva, sőt, külön lesz választva Jahu által csak azért, mert ők gondolnak, hisznek vagy mondanak valamit. Azt mondja, hogy a Tóra, vagyis törvény szó, a Tóra nem törvényt jelent. A tora oktatást jelent, tanítást jelent, útmutatást, képzést, utasítást, instrukció, magatartást, viselkedés, szokást, emberi törvényszerűséget, vagy elohim törvényszerűségét, vagy törvény. A rá szóba ered, ami dob, ha vet, alapot vet, megalapoz, lefekte, úgy, mint hogy hint, vagy spriccel, vagy mint hogy az eső esik, eldob, elhajít mikor valaki a kezét kinyújtja és utat mutat, megmutat valamit, vagy jelez irányt, tanít, oktat, utasít, útmutatása ellát. jár. rá! Természetes, hogy vehetjük a teremtő szavát törvénynek, azonban ő nem így gondolkodik erről. Ez egy útmutatás az ő gyermekei számára, hogy hogyan kellene járni. Amikor Jehusá Hamásiák azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, a toráról beszél. A tora az út. A tora az igazság és a Torah az élet. Ő eljött, hogy megmutassa, hogyan kell ezt a gyakorlatban megvalósítani mindazoknak, akik majd azt akarják, hogy Elohim, jahuha, a végén azt mondja nekik, hogy adok neked egy örök nevet, ami jobb, mint a fiaké és a lányaimé, és e soha nem vészel, és része leszel az én imádságom házának, és elfoglak fogadni, és kedvelni foglak ott azt kell, hogy mondjam, hogy én hálát adok a Bajahuának, hogy nekem ezt megmutatta, és végső soron sajnálom dr. Arnold Fuchtenbaumot, a teológusokat, a keresztényeket azért, mert hagyják magukat, és hagyták magukat félrevezetni, és egy törvénytelen életmódot folytatna. Ezzel az idézettel szeretnék búcsúzni ezt Tehelim Zsoltárok 119.41-től, Daud vagy Dawid tollába. Szálljon rám, Jahuá, te kegyelmed, a te szabadításod, amint megígérted. Hol ígérte meg többek közt Ézsaiás 56-ban most olvastuk, őrizzétek meg a jogosságot, cselekedjetek igazságot, közel van szabadításom, hogy eljöjjön, igazságom, hogy megjelenjék. Szálljon rám, Jahu, a kegyelmed, szabadításod, amint megígérted, hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben. Ez az, amit most hallhat mindenki. Megfelelünk a minket gyalázónak azért, mert mi tudjuk, hogy az ő szava, az igazság és az ő szava el fog pusztítani minden ostobaságot, hazugságot, teológiát és filozófiát. Az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet, és megtartom a te torádat mindenkor és mindörökké, és tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. A tágas tér pedig széles kényelmes, kiterjedt, hatalmas, átfogó. A jár pedig természetesen halak, úgy, mint hogy megy, halad előrefelé. Azaz tágas a tér, hogyha az ember megtartja a Torát és az szerint él. Mert akkor majd abaja lesz az, aki igazgatja a lépteinket, és akkor az egész élet egyszerűvé válik. Ez a szabadság az, amiről Saul beszél. Jahusha Hamásiák azt mondja, hogy ez egy könnyű iga, és amiről Abba azt mondja, hogy ez az, amiben ő gyönyörködik. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallújá és shalom!